Fogadjátok nagy-nagy szeretettel Magyarország válságkezelő miniszterelnökét, az Együtt PM Szövetség vezetőjét, Bajnai Gordont! Mielőtt belekezdenék a tulajdonképpen beszédembe, engedjétek meg, hogy az aktuális dühömet és felháborodásomat hagyosszam meg veletek. Azt olvasom az Indexen, hogy Magyarország regnáló miniszterelnöke holnap Bajára látogat, az én szülővárosomba, azért, hogy ott kampányoljon a kétségbeesett polgármester és képviselőjelölt Zsigó Róbert mellett. Amellett a Zsigó Róbert mellett, akiről a múlt héten derült ki, hogy négyszer kerülte körbe a földet a bajaiak pénzén úgy, hogy a parlamenttől is felvett költségtérítést. Ez az az erkölcsi magaslat, amiről nekünk beszél a miniszterelnök? Ez kéri a folytatást? Azt javaslom neki, tartson még egy kampányzárót itt az 5. kerületben. Álljon oda Rogán Antal mellé, és kérje Rogán Antalt, hogy a folytatás érdekében számoljon be arról, hogy hogyan lett neki közel 300 milliós ingatlan vagyona úgy, hogy élete nagy részében állami és önkormányzati alkalmazott volt. Ez az erkölcsi magaslat? Ehhez kéri a folytatást? Ne folytassa, miniszterelnök úr, nem kérünk ebből többet. Honfitársaim, barátaim, pontosan tudjátok, mi a helyzet. Nincs megnyerve semmi, és még nincs veszve semmi. Sokat kell még tennünk, de ez nélkületek nem fog menni. Ezért én most azt kérem tőletek, hogy legyetek a szeme és a füle mindazoknak, akik ma nincsenek itt. Azoknak, akik becsukják a szemüket, vagy akik ki sem merik nyitni, és azoknak, akiknek hazugságokkal szúrják ki a szemét. És legyetek a füle azoknak, akik eddig befogták a fülüket, vagy akiknek jó erősen befogták. Mondjátok el nekik, hogy kevés az idő, és azt, hogy lehettek ugyan ti a szeme meg a füle mindazoknak, akik most nincsenek itt, de a lába nem. Nem mehettek el helyettük szavazni. Pedig a választás rajtuk múlik. Azokon múlik, akik ma még távol maradtak. És azon múlik, hogy április 6-án ne maradjanak távol. Ezért én ma rajtatok keresztül nekik szeretnék üzenni. Először is neked, kedves honfitársam, aki azért maradsz tőlünk távol, mert bár szeretnéd, de már nem hiszel abban, hogy meg lehet csinálni, mert reménytelennek látod. Meg lehet csinálni. Ne dőj be a propagandának, és ne fogadd el kételj nélkül a közvéleménykutatásokat sem. Azokat ugyanis demokráciára találták ki. Oda, ahol nem kell félned a saját véleményedtől. Magyarország ma nem ilyen hely. Tanárok, vállalkozók, gazdálkodók, 10 és 100 ezrei mesélhetnek arról, hogy Magyarországon ma újra a fortélyos félelem igazgat. De igenis van remény, ha a kormányváltást akarok, elmennek szavazni. Igazad van. Nem lesz könnyű. Magyarországon még szabad a választás, de már nem tisztességes. Nem csak a választókerületeket rajzolták át, de már a kormányváltást is hamisítják. Bizniszpártok és kamu politikusok sokaságát szabadították rátok, ezek a semmiből jött, semmire kellő és megtévesztő nevű pártocskák igyekeznek ellopni a kormányváltó voksokat. Ilyen pártokból van egy tucat. És persze van olyan párt is, akinek a saját különbözősége fontosabb, mint az országnak a kormányváltás reménye. És persze van olyan is, tudjátok, a legrosszabbik, akinek Orbán háborúja is kevés. Olyan, aki miközben a Facebookon cuki kutyusokat simogat, a közben államcsődbe és polgárháborútba vezetné Magyarországot.
Kedves barátom, szeretném, ha gondolkodnál. Ezért a legfontosabb üzenet, amit ma innen küldünk neked, az az, hogy aki otthon marad, az Orbán Viktorra szavaz. De aki a kormányváltó szövetségen kívül bárki másra szavaz, az is Orbán Viktor maradását segíti. Mert a rezsim nevetséges szavazó céduláján csak egy listája van a kormányváltóknak, és 17 listája a kormány maradásának. Hogy ez nem jó így? Egyetértek, de ne rajtam, hanem Orbán Viktoron kérjed számon, mert ez a helyzet is az ő műve, és ha azt akarjátok, hogy a helyzet megváltozzon, segítsetek őt leváltani. Ha másért nem, hát azért, hogy visszaállítsuk a szabad és a tisztességes választásokat Magyarországon, ezért szavaz ránk, ha másért nem. És persze innen neked is üzenek, kedves honfitársam, aki ma azért nem vagy itt, mert nem ilyen lovat akartál. Mert nem tetszik a csapat összetétele. Nehezedre esik kompromisszumot kötnöd, hidd el, ezt én is jól tudom. Mert te a nagyobbik jóra szeretnél szavazni, nem pedig a kisebbik rosszra. Kikéred magadnak, hogy igent kell mondanod sok mindenkire, csak azért, hogy nemet mondhass valakire. Hát, kérd ki magadnak, de attól kérd ki, aki ezt a helyzetet rád kényszerítette. Attól határolódj el, aki miatt most erre a kompromisszumra kényszerülsz. Szavazz tehát most az egyszer valami ellen, azért, hogy legközelebb már végre valamiért szavazhass. Jobb ma venni egy nagy levegőt, mint 4 évig fuldokolni ismét. Adj rá felhatalmazást, hogy kijavíthassuk ezt az aljas választási rendszert így együtt. Javítsuk ki ezt az aljas választási rendszert, hogy aztán versenghessünk a te bizalmadért külön-külön, ha másért nem, ezért szavaz ránk. És neked is üzenek, kedves honfitársam, akit már nem érdekel ez az egész. Aki április 6-án, ha szép lesz az idő, inkább kimész a telkedre, vagy a földedre, ha még megvan. Vagy mondjuk csókolózni a Margit szigetre. Ne csapd be magad! Ha nem döntesz, mások döntenek helyetted és rólad. És ha a rezsimre hagyod a szavazatod, talán el kell adnod a telked, hogy fizetni tudd a hiteled, és vagy elveszik a földed, ha majd megkívánja valaki ő közülük. És lehet, hogy holnap elmenekül külföldre az is, akit ma még csókolnál a szigeten. Ha nem akarod, hogy a politika minden nap beleszóljon az életedbe, akkor ezen az egy napon most szólj bele te a politikába. Ezért szavaz, és főleg szavaz ránk. És végül neked üzenek, kedves honfitársam, aki azért nem vagy ma itt velünk, mert félsz. Mi úgy tanultuk, hogy a demokráciában nem szabad félni. Ma mégis 100 000 félnek. Féltik az állásukat, a cégüket, a családjukat, és féltik a békéjüket. Mert Orbán Viktor és társai nem csak az ország nevéből törölték a köztársaság szót, hanem a mindennapokból is a lelki békét. De mondok valamit. A rezsim minden aljassága ellenére maradt egy talpalatnyi hely az országban, ahol még köztársaság van. Maradt még egy talpalatnyi hely, ahol Orbánnak kell tőled félni, és nem neked tőle. És ez a hely a szavazófülke, barátaim! Tudjátok, ott a függöny mögött nem működik a kétharmad. Ott végre ismét a magad ura vagy. Ott most te dönthetsz az ő sorsáról. Aki nem akar újabb 4 éven át félni,
az most egy órára legyűri a félelmét, elmegy és szavaz. És amikor a szavazófülképen behúzta a függönyt, a kormányváltásra szavaz. Ezért szavaz ránk. Barátaim, csak a kormányváltók közös listájával és közös jelöltjeivel bontható le a kétharmad, és csak így akadályozható meg, hogy újra felépüljön. Sokan meghallottuk az üzenetet, és íme eljöttünk nagyon sokan. De szükségünk van azokra is, akik ma nincsenek itt. A reményt vesztettekre, a politikának hátat fordítókra, és a félelemben élőkre is. Rájuk is szükségünk lesz. Ismeritek őket. Ők a szomszédaitok, a barátaitok, a rokonaitok. A másik szülő az iskolában, a hentes, a fodrász, a benzinkutas. Mondjátok el nekik, hogy április 6-án rajtuk áll vagy bukik, hogy milyen lesz a közös jövőnk. Mondjátok el nekik, hogy tartoznak saját maguknak. Tartoznak a gyerekeiknek, a szüleiknek, és igen, tartoznak nektek. Mi mind tartozunk egymásnak egy úttal, egy szavazással. Ti, akik most testben és lélekben itt vagytok velünk, a hátralévő napokban nyújtsátok ki a kezeteket azok felé, akik most nincsenek itt, akiket a mai az első hívó üzenet még nem ért el, és emlékeztessétek őket arra, hogy mit énekeltünk gyermekkorunkban közösen minden áldott tavasszal. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!